November 14-től szerdától szünetelnek a praxisok ebben a rendelőben, olvasható a bejárati ajtóra ragasztott cetlin. A szekszárdi Kölcsey lakótelepen található orvosi vizsgálót és a várótermet teljesen felújítatja a város önkormányzata. A rosszul szigetelő régi ablakokat mutatja az itt rendelő egyik doktornő. Több mint 30 éve nem végeztek semmilyen felújítást az épületen, ezért az itt dolgozó két orvos és a két asszisztens, valamint az ide tartozó több mint 3200 beteg már nagyon várta a fejlesztést. Nem volt burkolatcsere, hát talán egy radiátorcsere volt, de nagyon megérett a helyzet egy teljes felújításra. Az épületet teljesen felújítják, a régi nyílászárókat, a belső burkolatokat és a bútorokat is újakra cserélik. Tolókocsival is használható bejáratot, valamint mosdót alakítanak ki, és az itt dolgozók által használt vizsgálót és az öltözőt is helyreállítják. A betegeket addig ideglenesen másik rendelőben fogadják majd az orvosok. A rendelőintézetben kap elhelyezést ez a két házi orvosi körzet. Korábban már sikerült megállapodunk a kórház főigazgatójával, aki nagy örömünkre készségesen állt a kérésünkhöz, és itt a rendelőintézetben találják meg a betegek Kárpáti doktornő és Bovári doktornő rendelőjét. A rendelőre több mint 24 millió forintot fordít a város önkormányzata. Ácsi Rezső szekszárd polgármestere arra számít, hogy a beruházásnak köszönhetően nem csak a betegek várakozhatnak kényelmesebb körülmények között, hanem a város rendelői vonzóbbak lesznek a házi orvosok körében is, ami segíthet a helyettesítések felszámolásában. Nagyon fontos számunkra az is, hogy az itt dolgozók jól érezzék magukat, hiszen a napjuk nagy részét itt töltik, nekünk az a feladatunk, hogy megpróbáljunk számukra is jobb körülményeket teremteni, olyanokat, amelyek egészségesebbek, hiszen a napi munkavégzéshez is kell, és az sem másodlagos szempont, hogy olcsóbb legyen mondjuk a fenntartás és az üzemeltetés. A szekszárdi Kölcsey utcai rendelőt a betegek 4 hónap múlva használhatják újra.